Sziasztok! Ezúttal József Attila életművét és költészetének legfontosabb jellemzőit fogjuk áttekinteni. A következő videót jól kiegészíti a József Attila életútját feldolgozó videó, tehát ha azt eddig még nem láttátok volna, akkor mindenképp javaslom, hogy nézzétek meg. Kezdjünk is bele! Ahogyan azt már az előző videóban is mondtam, József Attila nem csak a magyar irodalom, hanem az egész világirodalom egyik legnagyobb Költője. Az életműve nagyon sokrétű, nagyon komplex, ebből adódóan igen nehéz is ilyen röviden tárgyalni, de azért mi teszünk erre egy kísérletet. Természetesen azok a korszakok vagy irányvonalak, amikről ma szó lesz, ezek az utókornak, az utólagos konstrukciói az életművel kapcsolatban, tehát ennek megfelelően kell őket kezelni. De azért mégis nagyjából megnézzük, hogy milyen irányvonalak figyelhetők meg József Attila költészetén belül. Ha nagyon röviden, nagyon tömören és nagyon általánosan akarjuk összefoglalni az ő életművét, akkor azt lehet mondani, hogy a klasszikus modernségtől az életmű végére eljut a késő modern világtapasztalásig. Tehát azt lehet mondani, hogy abszolút up to date a 30-as évek költészetét, világirodalmi tendenciáit illetően. Most ebben nem nagyon van idő belemenni, hogy mi a különbség a modernség egyes irányzatai között. Ha lesz rá igény, akkor lehet, hogy csinálok elő később egy, egy rövidke videót, amiben összefoglalom a modernség miben létét. Na de nézzük József Attilát. Az első kötete az még Szegeden jelent meg, mégpedig 1922-ben Szépségkordusa címmel. József Attilának a fiatalkori mentora, legnagyobb mentora és egyben egyik legnagyobb rajongója Juhász Gyula volt. Ő az, aki egyengedte az ő költői szánypróbálgatásait, igyekezett neki publikációs lehetőséget szerezni, vagy publikációs lehetőségekhez hozzásegíteni, és előszót is írt az ő debütáló kötetéhez, ebből ki is írtam egy-két mondatot, mert nagyon jó jellemző, hogy mennyire tűpontosan látta Juhász Gyula már az alig 20 éves József Attilában is, hogy mekkora tehetség, sőt, még bőven nem 20 éves, hiszen ugye 1905-ben született. Na, tehát azt írja, József, azt írja Juhász Gyula, József Attila Isten kegyelméből való költő, ezt meg lehet és meg is kell mondani, és nagy fiatalsága olyan ígéretekkel teljes, amelyeknek beváltása őt a jövendő magyar poézis legjobbjai és legigazabbjai közé fogja emelni. Na, tehát már ebből is látszik, hogy már kezdő költőként is nagyon érett, és nagyon magas színvonalú versekkel állt a nagy közönség elé József Attila, és ezek között voltak kifejezetten provokatív versek is, tehát 1924-ben, vagyis még nem volt húsz éves, amikor perbefogták Istenkáromlás vágyával, a Lázadó Krisztus című verséjét, és ugye ez az az időszak, amikor egy másik verse a Tiszta szívvel című verse miatt összeütközésbe kerül az egyetemi dékán Horger Antallal, és el is tanácsolja a tanári pályától és az egyetemtől Horger Antall. Tehát, hogy eléggé lendületesen indult a költői pályája József Attilának, azt lehet mondani. Mint mondtam, az első kötetnek az a címe, hogy Szépség koldusa, és még a második is Szegeden jelent meg, egyébként egy egészen kis kiadó gondozásában, annak az lesz a címe, hogy Nem én kiáltok. Ha megnézzük, hogy milyen hatások, vagy milyen tendenciák figyelhetők meg az ő korai verseiben, akkor azt lehet mondani, hogy József Attila kezdetben még egy kifejezetten nyugatos hangú költő, tehát a legnagyobb nyugatosoktól, Aditól, Kosztolányitól, Babicstól, Juhász Gyulától nagyon sok mindent átvesz, természetesen nem a másolás értelmében, hanem, hanem nagyon komoly ihletforrásként szolgálnak számára, és tulajdonképpen ő is ezt a nyugatos hangot viszi tovább, és a klasszikus modernség világszemlélete estetikája jelenik meg az ő verseiben. A második kötetben aztán már nagyon erősen jelentkezik az avantgárd hatása. Az elsősorban a, a versnyelv megújulásában egy nagyon expresszionista, sokszor széttöredező versnyelv is megjelenik ezekben a szövegekben. És megjelenik egy nagyon sajátos ö, vers típus József Attilánál, ez a szegény ember versek típusa, amelyben egyszerre nyúl a népdal és a népballada hagyományához, ezeknek a műfai jellemzőihez, a paraszti vidéki élet elemeit is felhasználja a versében, de mindezt úgy teszi, hogy mindeközben egy nagyon modern 20. századi tapasztalatot örökít meg, és tehát nagyon, nagyon plastikusan az olvasó számára. Ilyen szegény ember versek például a szegény ember balladája, szegény ember szeretője, aki szegény, az a legszegényebb. És a többi. Tehát már a kezdet. Ebből az a lényeg, hogy már a kezdetektől egy nagyon karakteres, nagyon tehetséges költőként lépett a nyilvánosság elé József Attila, és már itt megjelenik az a nagyon izgalmas mix az ő lirájában, ami egészen végig jellemző, hogy nagyon hagyományos formákhoz is nyúlva, nagyon modern, nagyon 20. századi tapasztalatokat örökít meg a szövegeiben. Ha tovább nézzük az ő költészetének az alakulását, akkor az 1920-as évek végén, úgy nagyjából az 1927-től 29-ig tartó időszakban azt látjuk, hogy továbbra is nagyon erős az avangárd hatása. Az avangárd irányzatai közül is a szürrealizmus az, ami ebben az időszakban nagyon erős hatást gyakorol József Attillára. A szürrealizmusnak ez, ez az álomszerűsége, a valóságtól elszakadó, ugyan az irányzat neve is azt jelenti, hogy valóság fölötti um, világábrázolása, ez nagyon nagy hatást gyakorol József Attilában, József Attillára ebben az időszakban. És ugyanakkor egy nagyon érdekes kísérlet, egy nagyon érdekes törekvés, Jellemzi ezt az időszakot József Attila költészetében. Szintén az Avangard egyes irányzataihoz hasonlóan megpróbál létrehozni valamiféle nagyon letisztult, nagyon eszenciális, tiszta költészetet. Ugyanis azt tapasztalja, nagyon sok más művészhez hasonlóan, hogy a világ az, az kaotikus, a világ az az egyszerűen nem adja meg azt a teljességet, amit, amire az ember vágyik, nem adja meg azt az otthonosságérzést, amire az ember vágyik, és József Attila a költészetben próbálja ezt a teljességet ö, létrehozni. Ugye ez na nagyon hasonlít ahhoz a fajta esztétizmushoz, vagy hát ha nem is nagyon, de hasonló törekvés, mint a már korábban tárgyalt, esztétizáló modernség, tehát ami a, művészetnek művészetnek úgymond egy saját, művészet saját törvényszerűségeit tartja szem előtt, és nem azt adja a művészet fő célkitűzésének, hogy a valóságot ábrázolja, vagy a társadalmi kérdésekre valamiféle választ adjon, hanem, a művészet értelmét saját magában látja. Tehát ezt a fajta tiszta költészetet, ezt a fajta tiszta művészetet igyekszik József Attila is megvalósítani a 20. század, vagy a 20. évek legvégén. Ugyanakkor ez a népias hangvétel, amit már a korai költészetnél is tárgyaltunk, ez itt sem tűnik el, tehát furcsa módon nagyon jól össze tudja kombinálni ezt a nép népköltészeti hagyományoknak a felelevenítésével, még például a népköltészetet egyfajta profán, vagyis vallástalan módon idézi meg, egyfajta nagyon érdekes új népiességet alakít ki. Erre példa a Klárisok című vers. És ennek az időszaknak a te terméke úgy mond, az 1929-ben megjelenő Nincsen apám, se anyám című kötet, ami ugye a Tiszta szívvel című vers Első sorából veszi a címét. Aztán a következő időszakban, ami a 20-30-as évek fordulójára tehető, azt figyelhetjük meg, hogy József Attila elkezd élénken érdeklődni a közélet iránt, tehát elkezd arról, nagyon sokat gondolkodni, hogy mi lehet a költőnek a szerepe a társadalomban. Ugye látja a körülötte lévő társadalmi problémákat, és foglalkoztatja az a gondolat, hogy hogyan változtathatna ő ezen művészként. Először, ahogyan arról már az életrajznál is beszéltünk, a Bartamiklós Miklós társasággal kerül kapcsolatba, ami a népi írók mozgalmának akkor egy ilyen fóruma. Azonban később politikai értelemben balra tolódik. József Attila egészen szélső barat, tehát az illegális kommunista mozgalommal is kapcsolatba került. Tehát most ebben megint nincs idő részletesen belemenni, de az a lényeg, hogy a marxizmus, ez a radikális baloldali kommunista ideológia, ez pár évre nagyon erősen meghatározza az ő gondolkodását a világról, a társadalmi kérdésekről. Később aztán már elhatárolódik a kommunizmustól, és, és Kizárják a kommunista pártból, de, egy, de ebben az időszakban még nagyon szorosan mozgalom, ez látszik például, nagyon szorosan kapcsolódik a mozgalomhoz, ez látszik például az aktuális 1931-es kötetének címében is, ami ugye az, hogy, hogy döntsd a tőkét, ne siránkozz, és tulajdonképpen el is kobozta az ügyészség ezt a kötetet. Tehát elég nyíltan szembe ment az uralkodó politikai uh, irányvonallal. Na de ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan egyeztethető össze ez a közéleti érdeklődés, ez a közéleti szerepvállalási szándék az esztétizmussal. Az úgynevezett tiszt, azzal, amit, a, amit, József Attila tiszta költészetnek hív. Tehát hogyan fér össze ez a kettő, hogy a művészet és a költészet egyfelől egy tiszta szféra, egy sajátos univerzum, ami a világgal ellentétben magadja a teljesség élményét, hogy ez a tisztaság, ez hogyan fér össze a politikával, a közéleti szerepvállalással. És egy darabig úgy gondolja József Attila, hisz abban, hogy ez a kettő összeegyeztethető, és visszanyúl Egészen, egészen, a romantika váltesz szerepéig visszanyúlva próbálja ezt egy olyan költészetet létrehozni, ami egyszerre adja ezt a tisztaságot, és egyszerre fölvállalja a társadalmi szerepvállalást. Tehát, hogyha megnézitek József Attilának a korabeli fényképeit, a, a, ezt, a, ezt, a, nagyon is, tehát, hogyha ránéztek, akkor azt látjátok, hogy úgy néz ki, mint Petőfi. És ez nem véletlen. Tehát ő nagyon tudatosan fölvállalja ezt a költő nagyon tudatosan felvállalja ezt a Petőfitől is ismerős, erőteljes, felnagyított költőszerepet, és hisz abban, hogy, hogy tulajdonképpen ez maga az a tiszta költészet, amit ő, amit ő keresett a korábbi években. És még egy nagyon érdekes jelenség figyelhető meg, vagy egy nagyon érdekes koncepció jelenik meg itt az ő költészetében, mégpedig a, mégpedig a, szómágia koncepciója. Ez egy kimondva, hogy szómágia, ez egy, ez egy picit ilyen, hogy mondjam, ezoterikusan, meg így spirituálisan hangzik, <coughs> de itt tulajdonképpen arról van szó, hogy abban hit nagyon erősen József Attila, hogy maga a vers is tett. Tehát, hogyha ő kimond dolgokat, akkor azzal hatást gyakorolhat, azzal egyfajta hatalmat nyerhet a dolgok felett. Tehát az ő proletár lírája, vagy proletár költészete, ez a szociálisan, a társadalmi kérdésekre nagyon érzékeny módon reagáló költészet, ez tett értékű lehet, és érdemben befolyásolhatja a világnak a jobb átételét, a társadalmi problémáknak a, a megoldását. Ez persze a jelenfelől már egy nagyon naív álláspontnak tűnik, de hogyha megnézitek, hogy milyen, milyen szövegek születtek ebből, azért vannak ezek között is nagyon jó és nagyon, nagyon erős szövegek. És mint mondtam, pár évre ez nagyon erősen meghatározta József Attilának a munkásságát. Aztán a 30-as évek legelején, 1931-ben jön egy egy merőben új ö, ihletforrás a pszichoanalízis formájában, Ugye az életrajznál elmondtuk, hogy József Attila egész életében nagyon komoly neurózissal küzdött, és ennek kapcsán is találkozott a pszichoanalízis koncepciójával, ő maga is járt analízisbe, és nagyon nagy hatást gyakorolt rá, nem csak személyesen, hanem a költészetére is a pszichoanalízis koncepciója. Itt most megint nincs, Idő ezt részletesen kifejteni, hogy mi a Freudi pszichoanalízisnak a lényege, de ha nagyon leegyszerűsítve akarjuk összefoglalni, akkor azt lehet mondani, hogy a Freudi koncepciónak a lényege az, hogy az emberi pszichi, az emberi személyiség, az emberi én az nem egységes, hanem, hanem annak több rétege van. Van egy nagyon mélyen a tudatalattinkban lévő ösztönén, van egy, van egy én, amit a hétköznapokban. Öm, mutatunk, Ahogyan a hétköznapokban viselkedünk, és ezt a hétköznapi énünket pedig nagyon sokszor leuralja egy felettes én, aminek meg akarunk felelni, ami nagyon sok mindenből áll össze. Tehát az a lényeg, hogy ez, hogy ez a hármas osztatú psziché, ez határozza meg az ember viselkedését, és azt gondolta Freud, hogy a, hogy a gyógyításban, például a különböző neurózisok gyógyításában kulcsfontosságú az, hogy ezeket az elnyomott tudatalat, lévő ösztönös tartalmakat felszínre hozzuk. És ennek a, ennek a tudatalattinak a felszínre hozása, erre er a művészet is nagyon alkalmas lehet, és a műalkotások létrehozására is alkalmas a tudatalattinak a felszínre hozása, és ez a koncepció, ez József Attilánál is megjelenik, nála is egyre nagyobb szerepekhez jutna, egyre nagyobb szerephez jutnak a versében ezek a tudatalatti, álomszerű, rendezetlen, nagyon ösztönös gondolattartalmak, amiket aztán a nyelv és nagyon tudatos munka árán végül is műalkotássá formál. Ő ezt sublimációnak hívja, egyébként Freudnál is megjelenik a sublimáció fogalma, tehát, hogy, hogy az, az ő lelke mélyén, tudata mélyen lévő mindenféle uh, foszlányokat, gondolattartalmakat formálja nagyon tudatos munkával műalkotása. Itt két kötetet uh, érdemes megjelni, vagyis két kötet jellemzi ezt a korszakot, a külvárosi 1932-ben és a medvetánc. Egyébként ez egy nagyon, nagyon uh, izgalmas dolog maga a pszichoanalízis. Sajnos úgy tűnik, hogy József Attilának a a betegségén nem tudott segíteni a pszichoanalízis, de ettől függetlenül nagyszerű műveket eredményezett ez a korszak is. És aztán, hogyha már az egészen késői a Attila költ, költészetének késői szakaszát vagy az utolsó szövegeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy megmarad ez a megmarad a pszichoanalízisnek, ez az erős ihlető hatása, és egyre jellemzőbbé válik az önelemzés, ezzel párhuzamosan egyre gyakoribbak az önmegszólító vers típusok. Önmegszólító versnek hívjuk azokat a verseket, ahol a lira én önmagával folytat egyfajta dialógust. Nagyon érdekesen értelmezi át a tájköltészetet a, a nagyvárosi tájnak a megörökítésével, és mindezt nagyon sokszor ötvezi egy nagyon komplex, nagyon mély, gondolati, filozófikus tartalommal és egy ilyen egészen általános létösszegző igényel. Tehát azt lehet mondani, hogy a, hogy a József Attila i költészetnek az abszolút a csúcspontja az utolsó évek nagy gondolati lírája. Ezek egyébként nagyon nehéz versek is ennek megfelelően, de, de tényleg azt lehet mondani, hogy, a, hogy az egész világirodalomnak a csúcs teljesítményei ezek a szövegek tehát önmegszólítás, létösszegzés és egy nagyon mély filozófikus tartalom, ami már a késő modernségnek a világtapasztalatát közvetíti, aminek a lényege az, hogy nem csak a világ töredezett, nem csak a világ kaotikus, hanem maga az ember, maga a szubjektum, maga a psziché sem egységes, hanem valami egészen furcsa, megragadható, töredezett valami és emellett a mély filozófiai tartalom mellett egy nagyon változatos formavilág is jellemzi a kései József Attillát is, mert egyébként az egész költészetére jellemző a változatos formavilág, de itt aztán az utolsó években tényleg tobzódik a különböző formákban, tehát egészen a szabad verstől, a Vioni olyan nagyon hagyományos klasszikus formákig, mint a hexameter, vagy éppen a, a, a magyaros verselés nagyon sokféle e, forma jellemzi az ő költészetét. És e, hangsúlyossá válnak nagyon erőteljes motivumok, ezek szintén a pszichoanalízisből is nagyon hangsúlyos e, e, entitások vagy motivumok, mint például az anya, nő, gyermek, az apa, isten motivum, típusoknak is szoktuk ezeket hívni majd, aztán Jung lesz ugye a pszichoanalízisnek a következő nagy alakja, aki megalkotja az archetipusok koncepcióját, tehát az anya, nő, gyermek, apaisten, gyermekférfi, nagyon érdekes, visszatérő motivum József Attilánál a bűntelen bűnösségnek a, a gondolata, vagy például a játék is egy nagyon hangsúlyos motivum. Ne, a nem lírai művek közül ebben az időszakban született a kurikulum Vité című életrajza, illetve egy nagyon furcsa, egyszerre izgalmas, egyszerre nagyon szomorú, egyszerre nagyon nyomasztó szöveg a szabad ötletek jegyzéke, ami az ő pszichoanalízisének egyfajta, tehát olyan, mint egy pszichoanalitikus önéletrajz. Tehát az automatikus írással alkotott, tényleg a tudat mélyéről feltörő gondolatfoszlányoknak a megerőkítésehez, és, és egy nagyon érdekes dokumentuma a József Attila életének, és ugye egyáltalán a, a pszichoanalízis működés módjának. És a legutolsó kötete pedig 1936-ban jelent meg, és az a címe, hogy Nagyon fáj. Hát én azt hittem, hogy ez egy nagyon rövid videó lesz, ez nem igazán jött össze, de azért remélem, hogy néhány Fontos gondolatot sikerült ö, megosztanom veletek József Attila költészetével kapcsolatban, amiről egyébként órákat lehetne még beszélni, de most ennyire volt idő. Sziasztok!